már nagyban zajlik a sportcsarnok melletti sétaerdő felújítása. A projektet a Szabadkai Városépítési Igazgatóság dolgozta ki. Új növényeket, fákat ültetnek, illetve sportpályákat létesítenek. Jelenleg a futópálya kiépítésén dolgoznak. A tervek szerint a futópálya több mint 900 méter hosszú lesz, és a park teljes területét körül fogja. Két tenisz és egy kosárlabda pályát is építenek. Több helyen vízcsapokat, szemeteseket és padokat helyeznek el, valamint egy nyilvános toalett kiépítése is folyamatban van. Az új fák ültetéséről a köztisztasági kommunális közvállalat gondoskodik. A park közepén egy kisebb tó várja majd a pihenésre vágyó polgárokat. Ono što je bitno, što će doprineti i ajde kažemo sam vizuelni efekat će dati i vodena površina koja će se nalaziti u samom parku. Površina negdje tog kažemo jezera je negdje oko 600 metara kvadratnih. A projekt több mint 30 millió dinárba kerül. A sportpályák, a futópálya és a nyilvános toalett kiépítését a városi költségvetésből fedezik, a projekt többi részét pedig köztársasági forrásokból finanszírozzák. A munkálatok nagy részét már a hónap végén befejezik.